Az idősek szervezete úgy indult, hogy kártyaklubot működtettek. És miután sokan meghaltak közülük, ma már nem is verik az asztalt. De a társaság fiatalabb tagjai életben tartották a szervezetet. Próbáltuk rendezni, hogy akkor fürdése, kis bálozás, kis ez az, ami tehát felrázt már a mikorosztályunkat egy kicsit, így mondjam. Most már mi vagyunk a régi öregek, akik megalapították végül is teljes egészében ezt az egyesületet. Az idősek programjait leginkább a közös fürdések és kirándulások teszik ki, már ha a Covid-helyzet mindezt lehetővé teszi. Mert ugye, amit tavalyi esztendőben elterveztek, addig tudták megvalósítani az ismert okok miatt. Elmaradt ugye az Erzsébet Katalin bálunk, szilveszter elmaradt, mert ezeket mind meg szoktuk tartani, és akkor úgy van családias jelleggel működik az egész. És hát most bízunk benne az idén, hogy talán több rendezvényt meg tudunk rendezni, mert hát megvannak a tervek, minden, hogy mit akarnánk. A klub jelentős segítséget nyújt a város szociális ellátórendszerének, hiszen egyfajta jelzőrendszerként is dolgozik. Ahhoz, hogy a városban bármit meg tudjunk szervezni, meg tudjuk mozdítani a város közösségét, annak legfontosabb alapjai természetesen a civil szervezetek, hiszen ők már eleve egy közösségben mozognak, és így rajtuk keresztül sokkal könnyebb elérni Bátaszékváros lakosságát. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint egy 30 civil szervezetünk van, és különböző tevékenységet folytatnak. Vannak természetesen hagyományőrző civil szervezeteink, vannak sporttalánssal foglalkozó civil szervezeteink, és hát van két nagyon aktív nyugdíjas civil szervezetünk is. Az egyik ugye maga a nyugdíjas klub, akik ma tartják a közgyűlésüket, és van a Napsugár nyugdíjas egylet. Érdekes, hogy két szervezetbe szerveződnek, de összességében közel 100 embert fognak össze. Egyrészt szerveznek maguknak különböző szabadidős programokat, másrészt azért tartjuk fontosnak a működésüket, mert ők tartják a kapcsolatot a saját korosztályukkal. És egy kicsit segítséget tudnak nyújtani nekünk abban is, hogyha adott esetben valaki mégis kívül esik az önkormányzat látókörén, akkor rajtuk keresztül tudunk informálódni, és adott esetben segítséget nyújtani. Bár Bátaszék költségvetése nehezebb évet jósol idén, és ez érinti a civil szféra finanszírozását is, Bozsalik Róbert bejelentette, a lehetőségekhez mérten az idei esztendőben is hozzájárul a város a nyugdíjas klub működéséhez. Dóda Lajos elnök azt mondta, nagyon reméli, hogy az idei évben könnyebb lesz megszervezni azokat a rendezvényeket, melyekkel színesebbé lehet tenni a szépkorúak mindennapjait.